Kértelek, hogy ne beszélj róla. Hát nem te mondtad a nevét? De én nem a nevét mondtam, én azt mondtam János. Hát én is azt mondtam János. De te úgy mondtad János, hogy János. Anyát nem játszom. Hát nincs igazad, Gizikém. Elvégre a te korodban már. Mama, kérlek. Nem anya szerepről van szó. Ha nem? A cím szerepről. Te játszanád Janikát. Mi az a Janika? 14 éves kisfiú. Ennyi csókolom, nagypapa! Szervusz, fiam! Nekem nem is köszönsz? Kezi csókolom. Így köszönsz nekem? Én egyáltalán nem akartam köszönni neked. Én már egy csöppet sem szeretlek téged, tudod? És megmondanám a véleményemet itt, csak itt a nagyszülők előtt nem akarom. Janika, mi bajod van? Anyuka egész éjjel sírt miattad. Gizi, nekem úgy fáj a szívem. Nekem is. De azt mondják, ez idővel elmúlik. Gizi, mi ez a fölényeskedés? Egy csöppet se szeretsz? Vagy ez is csak egy színház? Borzasztó, borzasztó, hogy egy ilyen ripacsal sosem ismeri ki az ember magát. Szólok a személyzetet! Hagyja magad az ember! Ebben semmi beleszólásuk, ez a gyerek nem a maguké, hanem az enyém! Figyelj ide, hogy mit akarok mondani. Azt akarom, hogy legyen egy olyan fiú, mint Janika, érted? Drágám, ezt nem elég mondani.